2011-et írtunk, amikor a Tolnai plébánia épületében a folyosóboltozat megnyílt és meg kellett támasztani az épületet. A tarthatatlanná vált állapoton Lajtai Zoltán építész kezdett változtatni, és megkezdődhetett az épület megújításának története. Ám a munkálatokat jelentős levéltári kutatás is megelőzte, mely olyan dokumentumokkal is szolgált, amely jelentősen módosította a Tolnáról eddig meglévő ismereteket. Tulajdonképpen engem az érdekelt, itten Tolnán már többszörösen kutattam a városban a templomok helyét és a vár helyét és az egészet, mert ez egy probléma. Ugyanis a török időkben elmosta, nagyon házsorokat mosott be a vízbe a Duna, és a régi templomot is. Tehát a középkorban Tolna komoly hely volt, ugye a nevét a megye nem véletlenül kapta, Tolnavár, királyi székhely, itt volt országgyűlések, tehát egy komoly hely volt, és egy akkora templom volt itt, amiről azt írták, hát talán lehet, hogy nagy zoltak, de egy picit lehet, hogy még igaz is, hogy egy akkora templom volt a várban, hogy mondjuk Budától a Fekete-tengerig a legnagyobb vár volt ez a része. Egy nagy kikötő volt, középkorban komoly hely volt, és hát nem tudják a helyét, tehát rengeteg leírás van, egymásnak ellentmondó adatok, nincs sok térkép, ugye a Halárféle grafikát a török után, akkor az Ottendorf-Hernik a török időkben még volt rajza, és mindenki próbálkozott. És én is már vagy háromszor. És hát itt nagyon összeszedtük, hogy most akkor mindent megnézzünk, és minden írást, amik bizonytalanak, az eredete is, hogy tényleg igaz-e, akkor egymásra hivatkoztak hibásan. Szóval sok minden volt, de komoly kutatások is voltak. És ezt egy puzzlét próbáltam összerakni értelmesen, és egymás tetejére, hogy mi az, amik átfedik egymást, és szerintem létrejött valami érdekes ebből. Most azt kell tudni, tehát a Halárféle grafika, amelyik a török után készült, a romtemplomokról három komoly templom látszik rajta, egy nagy a várban, amiről lehetett tudni, hogy azt bemoshatta a Dunába a szép lassan, méghozzá úgy, hogy ezt nem láthatták a Dunában, ahogy szokták mesélni, mert hát az az alapjait kimosta. Ez a Sejengyár területén lehetett, és bizonyítékokat is találtak rá. Volt egy másik templom, a templáriusok temploma, amit nem találtunk meg, de az is ott lent lehetett valahol. Ez a templom pedig valószínűleg a Szent István templom, plébánia templom volt mindig is, és végig plébániaként üzemelt, és az összes plébániára vonatkozó építés oda-vissza, az ezekre vonatkozik. A rekonstrukció lévén védettség alatt álló épületről van szó, nem volt egyszerű, hiszen szigorú előírások szabályozzák még a felhasználható anyagok minőségét is. Egyből megfogja az embert az épület, amikor bemegy, és látja, hogy 8 vagy nem 6 boltozott helység egymás után, és még a folyosó is boltozatos, és különböző fajta boltozatok vannak, tehát a kortól is függően, ahogy bővült az épület. Négy fázist különböztettem meg, és hát az első fázis az ugye 1723-ban csak egy viskó volt, ahogy elmondták a plébánosnak, és háznál volt a istentisztelet. Ez nem egy fázis, csak mondom, hogy ezzel kezdődött, és akkor a Kapuvári Márton, mikor ide került, 1728-ban, akkor tulajdonképpen egy nádtetős kis ház volt, amiben lakott, és hát tulajdonképpen az Isten tiszteletet egy másik helységben, tehát két helység volt, másik helységben volt az Isten tisztelet egy kis kápolnával. Utcai szárnyal kezdtük, és utána az udvari szárny felé haladva, és a kerttel fejezték most be. Most van a befejezési üteme a dolognak. Gyakorlatilag a plébánia helységet, amelyik egyedül egyébként síkmenyezetes, ez viták tárgya volt, hogy ez most miért van, és ezért a kor meghatározásnál is ez probléma lett, majd lehet látni a térképen, hogy ez az első szoba, ez egy külön kornak számít, de egybe van falazva. Utána a két helység az a plébános lakásaként van kialakítva, mindig is ugye itt lakott a plébános. Ez a plébáni hivatal az első, utána a plébános lakása. Utána következik egy nagyobb boltozott helység, az volt a főhelység, kétszárnyú barokk ajtóval, stb. Az egy közösségi helység, az kapcsolódik egy konyharész, utána pedig egy vendégszoba következik, majd utána megint egy ilyen vendégszoba, és a végében pedig a konyha, ebédlő és a kiszolgáló helységek. És a beforduló szárnyba folytatásként vannak a mellék épület rész,
amiben van a kocsi szín, amit felújítottunk ilyen boltívesen a közösségi rész számára, most újabban, régen ott átkozik. Utána pedig istállók voltak, meg ilyen helységek, amiben most garázs van, illetve a végében megmaradt egy helység, amiben füstölő mindenféle volt, de hát azt el kellett bontani, az eredeti az ott valószínűleg egy ilyen, szintén egy ilyen istállószerűség lehetett, különböző istállóként működtek. A felújítási munkálatok 3 évig 3 ütemben készültek, és megközelítően 100 millió forintba került. Ravasz Csaba plébános lassan visszafoglalhatja a neki járó épületet, hogy megújult formájában segítse szolgálata ellátásában.